köszöntsem a 60 éveseket. Hogy 60 évesek lettünk, én azt írtam rá a kis meghívóikra, mert tulajdonképpen ez inkább a 60 évhez kötődik, mint a 46 év 8. végzéséhez. Tehát köszöntöm elsősorban a megjelent volt diákjainkat, köszöntöm az akkori igazgatónkat, Püski Imrét, a jelenlegi igazgatónőt, Kincses Imrét, gondolom, és nem kell talán bemutatni, és köszöntöm az egykori első osztályos tanítónőjüket. Elluska néni, igaz, akkor még csak úgy írta alá a anyakönyvbe, hogy Nagy Gabriella, de tudjuk, hogy ő volt az. Nem kívánok én itt valami ünnepi szónoklatot mondani, hisz a cél az, hogy együtt beszélgessünk, beszélgessenek, barátkozzanak. Csupán egy-két adatot közölnék a régről, és majd azt következően talán, hanem biztos a jelenről is fog a jelenlegi igazgatónő szólni. Ezt összehasonlítva, majd azt követően megemlékezünk a elhunyt tanárokról, tanulókról, és ha lesz rá igény a elvonulás előtt, mostani szavakkal. És ebből a 86-ból majd ki fog derülni most a végén, hogy hányan jöttünk össze. Én még csupán annyit tennék hozzá, hogy nagy köszönet azoknak, akik eljöttek, mert ez tisztelet egymásnak, tisztelet az iskolának, tisztelet a volt tanáraiknak, a tanároknak, hogy megjelennek és emlékeznek. Igaz, hogy 46 év után, de erre szoktuk mondani, hogy jobb később, mint soha. Mert sajnos majd utána talán egy kis, még egy fel magamhoz véve a szót, ismertetem azt is, hogy akik már nem lehetnek itt közöttünk. Ennyi kis bevezető után átadnám a szót a igazgatóasszonynak azzal, hogy néhány gondolatba a jelenlegi helyzetről, vagy amit ő a megszervezésére, hiszen ezt úgy hallottuk a régiektől is, hogy volt egyszer egy évfolyam, amikor három osztály is volt egymás mellett, és most ez a három osztály itt van, illetve akik megtisztelték most itt a rendezvényünket, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy itt találkozunk, és köszönöm szépen a szervezőknek, akik a két Erzsike, aki szervezte itt ezt az egészet, hogy így találkozni tudunk. Néhány mondatot szeretnék elmondani az iskoláról, csak úgy, hogy nagyjából mindenki képeljen egy kicsit, hogy is élünk, hogy éljük a... Így van, nálunk most a teljes alsó tagozat nem tesz, hogy a felső tagozat sem tesz ki akkora létszámot, mint ez akkori három osztály együtt volt. Sajnos csökken a létszám, de még mindig azt tudom elmondani, hogy a környező települések... Thank you.
A Máté is felül volt. A Máté is felül volt. Igazoltan távol, és a többi pedig igazolatlanul. Köszönöm szépen, foglaljanak helyet. Mindre igen. Akkor most nem ellenőrzők kitenni. Hát igaz, nagyobb régi számom, de mondtam már egy másfél csöndben, hogy még több találkozón vettem már, meg veszek részt, de még ilyen nagy létszámmal nem jöttek össze, hát itt az évben két osztály együtt. Itt ebben az osztályban, ezek a, én azt mondom, a háborús gyerekek, hogy miért mondom ezt, mert ezek mind a háborúban születtek, vagy a háborúban. Rendszeresen 5 évenként ide járnak, és megtalálják. Mert bizony, ez pedig a forradalom éveiben kezdte az életet. Már kell venni ilyen korán? Mi ellenforradalmat tanultuk most, forradalom vagy ellenforradalom? Most mondjuk kéne politikát. Forradalom vagy ellenforradalomnak a legközepibe voltam, mint katona. Aztán jöttem onnan. Ez a történelem, ez a múlt. Na akkor amiért jöttünk, hogy nézzük végig a népsort, és kikés elmond magáról. Ezt most úgy hozzátenném, hogy rövidítve, nem a élményeket nem feltétlenül. Az igazság az, hogy még talán már a 8. jó volt, de az első osztályba találtam olyan Eluska nénivel néztük végig, hogy mi is csak néztük egymásra, hogy ezt már tényleg nem tudjuk, hogy ki soda. Hát mert már az bizony, de igen volt. Lefogok. Azzal kezdeném talán, hogy kis Istvánnal, mint a osztály főnökével. Hát ugye tartjuk vele a kapcsolatot, de nagyon ritka kapcsolat, a fiával él együtt, és hát a magyar tanította Kereki Lászlóné. Hát a történelmet földrajzott az osztályfőnök, Novák Tünde volt az ő édesanyja. Aztán ő ilyen... Élővilágot pedig Balogh Lajos Gyula a gyakorlati foglalkozásokat, és Tóth Sándor két tárgyat is tanított.
valamelyik időszak. Neked nem a textil kollégiumában volt? Igen. Ott kint a kettes kórház felett. Igen, igen. Horváth Edit. Szemüvegem van.